Lieb kastély, Írország. Írország legfélelmetesebb kastélyának minden kétséget kizáróan a Lieb kastélyt tartják. 1532-ben egy helyi testvér egy másik ellen fordult, majd a vár kápolnájában megölte, amit azóta véres kápolnának hívnak. E helyszín mellett úgy tartják, hogy a börtönt is kísértetek lakják, emellett egy sötét, ördögi kreatúra is megjelenik néha az épületben. Az utóbbinak teljesen fekete a szeme, emberi arc van, ugyanakkor mérete egy bárányé. Bren kastély, Románia. Bár a legtöbben kételkednek ennek igazság tartalmában, állítólag Drakulának nem kevés köze van ehhez a várhoz. A Brassó mellett található épület meseszép, azonban számos félelmetes elemet, például érdekes faragásokat tartalmaz, emellett úgy tartják a kísértetek jelenlétét is gyakran érezni. Mosem kastély, Ausztria. Az Unterbergben, Ausztriában található Mosem kastélynak szörnyű és elátkozott múltja van. Ez volt ugyanis az a kastély, melyben az ország legvéresebb kimenetelű boszorkánypereit tartották. A kastély börtönében a szóbeszéd szerint több ezer fiatal nőt kínoztak meg és végeztek ki, kiknek szellemei állítólag máig ott kísértenek.